Érkezik is következő vendégünk, akitől mindent megtudunk a teázás mikéntjéről, Varga Marianna, te a szakértő. Szervusz! Sziasztok. Szia, Marian! Én már annyira várom, hogy mi az, amit egész életemben eddig rosszul csináltam, ha a teázásról van szó. Szerinted ki fog derülni? Szerintem igen. Nem biztos, hogy rosszul csináltad, de való igaz, hogy otthoni teázáskor vannak bizonyos nagyon egyszerű, ám nagyon fontos lépések, amiket ha betartunk, akkor sokkal jobb teát készítünk otthon, és van egy-két lépés, amit bizony a legtöbb teázó el szokott rontani, vagy el szokott téveszteni. Engem akkor most még, bocsánat, még mielőtt ebben belekezdenénk, akkor azt mondod, hogy még a leghétköznapi teafűből is ki lehet többet hozni, akkor, hogyha szakszerűen készítjük el, mert azért ezt tudjuk, hogy teafű és teafű között is óriási különbségek vannak. Így van, hogyha az otthon lévő teánkat is úgy készítjük el, hogy ezt a néhány alapszabályt betartjuk, akkor már abból is sokkal-sokkal jobb minőségű tea készíthető, és ez egy nagyon jó kezdet arra, hogy sikerélményünk legyen teázáskor, hiszen azt vallom, hogy akkor fog a mindennapjaink részévé válni a teázás, ha jól készítjük el, ha finoman tudjuk elkészíteni, és akkor könnyebb beépíteni a mindennapi rutinunkba, hiszen jön a hűvösebb idő, a nyírkosabb, hidegebb napok, és jól esik, nagyon egészséges, nagyon tiszta ital a tea, tehát mindenkit arra búzdítok ilyenkor, hogy rendszeresen minél igen, többet teázunk, hiszen jótékony hatása van szervezetünkre, de akkor na fogunk szívesen teázni, ha jól készítjük el. Én 5 aranyszabálynak hívom, ami valóban egyszerű lépés, de fontos lépés. Az első a víznek a minősége, hiszen a tea 99%-ban víz, tehát csak jó vízből lehet jó teát készíteni. Vagyis inkább azt mondom, hogy mi az a víz, ami nem jó tea készítéshez. Ha valahol nagyon kemény a víz, vagy kicsit akár ilyen klóros, vagy vas ízű, azok alkalmatlanak tea készítéshez. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy tökéletes a csapvíz, de szűrjük meg. Uh-huh. Ma már nagyon sok jó, egyszerű teaszűrő kancsó, vagy vízszűrő kancsó kapható, és a szűrt csapvízből sokkal jobb teát tudunk készíteni. Arról nem is beszélve, hogy akkor a vízkövesedést is ugye megkátoljuk, tehát hogy nem fog vízkövesedni a teafőző. Így van, ami szintén rontja majd később a tea minőségét. A második ilyen aranyszabály a teának a minősége, ez ugye ízlés dolga, ebben nagyon nem mennék bele, de van egy ilyen vicces teaszakértők között egy vicces szabály, hogy ha nagyon sok cukrot teszel a teádba, és csak úgy tudod meginni, akkor első lépés, hogy egyen jobb minőségű teát. Cseréld le a teafüvet, igen. Képzeljétek el, hogy egyszer, amikor egy ilyen cukormentes kihívást tartottam, minden meg megnéztem, hogy van-e cukor, és nagyon sok teafilterben volt cukor. Tehát igen, lehet, hogy azért az összetevőket is nem árt megnézni. Érdemes megnézni. Igen. Tehát a gyömbér citrom tea az alapvetően egy csípős savanyú tea, és csak akkor lesz iható a filteres, hogyha van benne cukor, vagy akkor lesz kellemes, igen, ez becsapós. Igen, tehát ha számít a minősége a teának, kerüljük az aromásított teákat, de azon belül persze ez ízlés kérdése, hogy ki miért szeret. A harmadik fontos a teának a mennyisége, a használt tea mennyisége. Sokan úgy vannak vele, hogy ha most nagyon fáradt vagyok, és egy jó kis élénkítő koffein löketre van szükségem, akkor jó sok filtert, vagy jó sok teafüvet raknak abba a szűrőbe, hogy erősebb legyen. Ez nem jó taktika, hiszen attól csak keserűbb lesz igen, a teánk. Inkább akkor öntsük le még egyszer, vagy készítsünk de még egy ez is egy nagyon fontos tudás, hogy egy adag teafüvet többször lehet lejönteni, és azzal egyáltalán nem megyünk a minőség rovására. Érdemes is, hiszen hogyha például jó minőségű szálas teát fogyasztunk, akkor pazarlás lenne egy csésze után kiönteni a tealeveleket, hiszen egy leöntés után kezdenek még igazán kinyílni a tealevelek a vízben. Igen, tehát érdemes még egyszer. Lehet, igen, zöld teát 2-3-szor, de egy fekete teát akár 4-5-szor is leönthetünk, tehát ne tömjük meg a szűrőnket, hanem inkább akkor több csészét. Mi a negyedik, ötödik szabály, hogy nehogy nem maradjunk egyikről sem? Azok a legfontosabbak szerintem, és itt rontják el a legtöbben a negyedik, ötödik szabályt. A negyedik a víz hőfoka, és az ötödik az áztatási idő. Uh-huh. Ugye nagyon egy beidegződés, egy régi szokás, hogy 100 fokos vízre felforralom a vizet, és akkor öntöm rá a tealevelekre. A sötét, fekete teákat, az érett teákat lehet 100 fokos vízzel készíteni, hiszen azok jobban bírják a hőt. De
minél világosabb a teánk, annál hűvösebb vizet használjunk, tehát zöld teánál, fehér teánál maximum 80 fokos vizet használjunk, hiszen a 100 fokos víz megégeti ezeket a fiatal tealeveleket, és szintén keserű lesz a teánk, ami már nem jó, tehát a finom ízegyek rovására megy. És az áztatási idő? Az áztatási időt rontják el legtöbbször, hiszen itt is, hogyha már annyit megjegyzünk, hogy a sötét, fekete teákat lehet akár egy 4-5 percig áztatni, vagy inkább 3-4 percig, a világosabb teákat, fehér és zöld teákat 1-2 percig csak, tehát nagyon rövid ideig áztassuk, hiszen sok a teában a cselsavanyag, ami egy természetes vegyület, de nem kell megvárnunk, hogy kiázzon. Ha kiázik a cselsav, keserű lesz a tea, és erős is lesz, megterheli erősebb lesz, szervezet. Igen, illetve elnyomja ezeket a nagyon finom illóolajokat, amivel egyébként tele van a tea levél. Finom ízjegyeket elnyomja a cselsav, mert sokkal intenzívebb íze van. Nagyon szépen köszönjük ezt az 5 aranyszabályt, és nagyon logikusan is felvezetted, Marian, úgyhogy most innentől kezdve most már nem fogjuk elmondani. Legközelebb teázunk is egyet együtt, de most át kell mennünk megnézni, hogy alakult ez a nappali.